A kiskörösi jegybe a beiratkozás annyiból speciális módon történik, hogy a többségi intézményekkel ellentétben nálunk nem körzethatárok vannak, hanem a Bács-Kiskun megyei pedagógiai szakszolgálat megyei szakértői bizottsága jelöli ki az intézményünket. Oly módon, hogy ezt megelőzi egy három oldalú egyeztetés az intézménnyel, a szülővel és a szakértői bizottsággal is. Amíg a többség intézményben ugye körzethatárok vannak, hozzánk nagyon távoli településekről is hoznak gyerekeket. Három intézmény típusunk is van, ami szintén speciális. Van óvodánk, van általános iskolánk és van készségfejlesztő iskolánk. Az óvodánkba a korai fejlesztésből, a szakszolgált korai fejlesztésből kerülnek zömmel gyerekek. Az iskolánkba a gyerekek nagy részét az itt az óvodánkban nevelt gyerekek adják, és a készségfejlesztő iskolánkba is az iskolánkból nevelődnek ki gyermekek. Ez nem jelenti azt, hogy máshonnan ne érkeznének természetesen. Annyiból is speciális a helyzetünk, ugye, hogy most áprilisban van a beiratkozás hivatalosan, de hát ez nálunk tulajdonképpen egész évben történik, mert hogy a szakértői bizottság elbírálása alapján, amiben ugye azt veszi figyelembe a gyermek, a sajátos nevelési igénynek megfelelő intézménytípus kapja, bizony egész évben érkeznek hozzánk gyermekek. Értem ez alatt azt, hogy például nem ritka az olyan eset, hogy hét fővel indítunk egy tanulócsoportot, és aztán 11 tanulóval fejezzük be az évet. Most ugye a rendkívüli helyzetben nyilván áprilisban is történik hozzánk beiratás, azokat az ajánlásokat és szabályokat szem előtt tartva történik a beiratkozás nyilván, amelyek a személyes érintkezés minimalizálását célozzák, tehát hogy a szülőkkel előzetesen telefonon egyeztetünk, és nyilván nem csoportosan, hanem egyesével jönnek majd be intézni az ügyeket, okmányokat, a tanulók beiratásához szükséges dokumentumokat itt fénymásolja az iskola titkár, és hát a beiratás maga úgy történik, hogy egyesével érkeznek be a szülők előzetes egyeztetés után.